Fajtás. Jöhet még egy gin. Végre újra szemtől szemben állunk, Gino. Marina, azt hiszem, be kell venni belőle, ez így túl bőrám. Mit gondolsz, édesem? De különben jó. Igen, behívnád a vőlegényemet, hogy megnézze. De az bal szerencsét hoz. Jaj, édesem, én nem vagyok olyan babonás, hívd be. Fábio, drágám, gyere be, kérlek. Igen? Gyere, nincs túl sok időnk, igyekezz. Vagy tetszik? Jaj, kedvesem, gyönyörű vagy. Tényleg? Igen, szívem, csodálatos vagy. Biztos. Esküszöm. Ne esküdözz hamisan, az bűn. Esküszöm, esküszöm. Megcsókolhatom a mennyasszony? Igen, drágám, csókolj meg. Szabad. Szabad. Hát jó. Bevallom, nem értem, mit szeretne. Elmagyarázom. Végiglátogatom azoknak a családját, akik odavesztek a tűzvészben a Sirénió cégnél. Úgy tudom, hogy a maga férje is ott halt meg. Igen, igen. Sajnálom, hogy felbolygatom az emlékeit. Bizonyára fájdalmas lehet ez önnek, de... Tudja, felkeresem mindazok rokonságát, akik odavesztek, mert... Én azokhoz is elmentem, akik túlélték. De hisz mindez olyan régen történt, nem értem, miért kell most felszakítani a régi sebeket. Azért kell megbolygatni a múltat, hogy a jelenben jót tehessünk. Ismerek valakit, aki túlélte a tűzvész, de sajnos elveszítette az emlékezetét. Mi több? Azt sem tudja, hogy mi a neve. Ó, szegény ember. Remélem, hogy ön tud segíteni, mert ön az utolsó a listámon, ön az utolsó reményem. Bevallom, nem tudom, hogy segíthetnék, de... Jól van, jöjjön, foglaljon helyet. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm. Csésze kávét? Köszönöm, ha nem nagy gond. Nem, épp fel akartam tenni egyet. Akkor köszönöm. Pillanat. Hát mit keresít ennek a fickónak a képe? Nem tudom, hogy a mostani állapotodban érted-e, vagy hallod-e egyáltalán, amit mondani fogok. De szeretném, ha tudnád, hogy perceken belül megszületik az unokád, Aldo. Gyerünk, anyuka, nyomjon! Nyomjon erősen! Legyen egy mély levegőt és nyomjon, gyerünk! Ez az, nyomjon, még egy kicsit, még nagy levegőt, nyomjon erősen! Ez az, gyerünk! Még nyomjon! Nyomjat! Ez az, kicsit erőt! Még egyszer! Mindjárt kicsit! Mindjárt kintes! Csinálod! Még egy kicsit nyomja kell! Gyerünk! Még egy kicsit kitartás! Még! Nyom! Hadd lássam! Nyom! Mindjárt kint lesz! Ez az! Mindjárt kint lesz! Nem lesz semmi baj! És kint van, tessék! Tudod, mennyire várt már a mamád. Gyönyörű vagy. Gyönyörű, igen. Kabure, segíts! Kiszakad a szívem a helyéből, Kabure. Hallod, figyelj! Valaki a nevemen szólít. Valaki hív, Kabure. Mit jelent ez, Kabure? Ez azt jelenti, hogy elérkezett a visszatérésed pillanata, Jágo. Hogyan? Ebben a percben visszamész a városban, mindazért, ami a tiéd. Indulj!
Sekundó Arana, Cvetkó Sándor és Gianella Neira, Nárai Erika főszereplésével bemutatjuk. A Jágó című filmsorozatot. További magyar hangok. Háda János, Kocsis Marian, Andrész Kati, Melis Gábor, Boros Zoltán, Zakariás Éva, Balázsi Gyula, Crespo Rodrigo, Salinger Gábor, Ijjés Mari, Roatis Andrea, Versényi László, Urbán Andrea, Dózsa Zoltán, Konc István, Koroknai Géza, Orosz Helga, Cető Roland, Csernák János, Rudas István, Varga Tamás, Stukovszki Tamás, Bogdányi Titanilla. Valami baj van? Nem, semmi baj. Ki ez a jó képű srác? Családunk régi barátja. Na hát. Miért? Hirtelen úgy tűnt, mintha ismerném. A Sirénió család rokona, azt hiszem. Azt hiszi? Csak azért, mert furcsa, hogy kint van valakinek a képe, akiről csak hisszük, hogy Sirénió rokon. Maga talán szintén a rokonuk? Nem. Mindazonáltal nagyon örülnék, ha elmondaná. Miért tartja kint a képét? Édesem, ne légy féltékeny, te is remekül nézel. Én majd féltékeny. Ki? Igen, féltékeny. Tudod, mi lesz, ha belépünk a templomba? Mindenkinek leesik az álla, olyan jól nézünk ki együtt. Tényleg. Drágám. Szeretném, ha új életet kezdenénk együtt, Renzo, komolyan. Renzo Csamorro meghalt. De a családot mi irányítjuk majd, nem? Igen, igen, mi fogjuk irányítani ugye? Az egész családot. Egyetlen dolog nyugtalanít, csak Aldo. Újra itthon van, és ez nyomaszt egy kicsit. Nincs miért aggódnod, nincs nála se kép, se hang. Nem, úgy néz ki, mint aki legszívesebben meggyilkolna. Egy lénynek sem tudna ártani. De életben maradt, minden orvosi vélemény ellenére. És? Semmi, de aki ilyen szívós, attól már nem árt tartani. Megijeszt. Lucio és Franco korai halála dacára, a vakságom és a te bénulásod ellenére a család gyarapodik. Fábio visszajött a családba. Morén a gyermeket hoz a világra. Amint látod, az élet megy tovább, hála Istennek. Jobban, mint valaha. Hadd gratuláljak elsőként. Gyönyörű fiúk született. A gyermek egészséges, a szülés komplikációmentes volt. Köszönjük. Tessék, ha akarja, vegye a karjába a fiát. Miért kell visszamennem Buenos Airesbe? Mondtam az előbb.
hogy megszerezd, ami a tiéd, Jákob. Nincs már ott semmim, Kabure. Mindketten tudjuk, mi a helyzet. Nem szabad értem, magára hagynod Morénát, Jákob. Moréna lehet, hogy most szüli a gyermekét. Itt az ideje, nem? Azt hiszed, hogy nem gondolok erre? Éppen ezért, Jágó. 5 hónapja minden áldott nap eszembe jut, Kabure. Éppen ezért, Jágó. Éppen azért, mert a kiskölyök már a világra jött. Ezért kell Moréna mellett lenned. Indulj! Egyedül maradtam a kisbabámmal. A Sirénio család segítette? Igen. Aldo Sirénio. Mindig kaptam tőle pénzt, amikor megszorultam. Folytassa, kérem. Nagyon érdekesnek találom, hogy a Sirénio család segített valakin. Egyszer Aldo úr eljött hozzám, akkor adta ezt a képet azzal, hogy ez az unokaöcsém, és ha történne velem valami, őt kell megkeresned. Ezért őrzöm a fényképet, hogy emlékezzem rá, és megismerjem. És be is keretesztette. Igen, nagyon hálás vagyok a Sirénio családnak. És így legalább nem veszítem el a fényképét. Persze. És a baba? A baba, akit említett, aki nyilván azóta felnőtt ember. A fia? A fiam már kész férfi. És régóta külföldön él, ott talált munkát magának. És róla nincs egyetlen képe sem? Pardon, elnézést. Halló? Mercedes. Itt Tom. Mi újság? Hogy mennek a dolgok? Minden a legnagyobb rendben. Most született meg a gyerek, fiam van. És csodálatos, tökéletesen egészséges. Micsoda boldogság! Azonnal indulok, már is ott vagyok. Ha akarja, keresek néhány képet a fiamról. Egy hatalmas dobozban tartom. Biztosan találok frisset. Jaj, nem, ne haragudjon, elnézését kérem, de megszületett az unokám. Majd felhívom. Máskor visszajönök. Jó, jó, köszönöm. Köszönöm szépen. Mi van? Una planta de jazmín, la sombra de mi en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día en que me fui con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. Köszönjük. Jól sikerült, ugye? Akit hallottak, Ignacio Valdez, alias Gardel volt. Új hangzás a tangóban. Köszönjük. Köszönöm. Jók voltatok. Köszönöm nektek. Köszönöm, jók voltatok. Köszönöm. Bravo, Gardel! Bravo! Siker, köszönöm mély, szépen! Csillagás. Köszönöm! Igaza van a fiúnak! Tudod, mit mondok? Még mindig nem szoktam meg, hogy egy sztárral élek. Ahogy a véget értek a nehéz napok, Rufino, mostantól felfelé tartunk. Egy biztos, a Némának be kell fognia a fülét, ahányszor énekelek, mert minden számát tönkönek. Miről beszélsz, barátom? Carlitos a mennyből. Büszkén figyeli, hogy még mindig akad olyan hangú tangó énekes Buenos Airesben. A mennyből hallgatja büszkén a tangó újjászületését, pedig az igazi igen. Csodát én vittem véghez. Én adtam el ezt a hangot, nekem köszönhet. Ilyen sikert. Ne vicceljünk. Szóval te tettél csodát. Persze, hogy én csináltam persze, a csodát. Tudod, mi az igazi csoda? Az, hogy meghódítottad Laurát. Nem értem, hogy állhat veled szóba az a lány? Megnyerő külső, elbűvölöm oda. Ilyen egyszerű. Hová tűnt? Kérem telefonálni. Ilyenek ezek a mai lányok. Folyton a telefonkanyló lónak. És mi az? Találjátok ki, hogy mi történt? Interjút akarnak készíteni az évezred legjobb menedzserével, nem? Menjünk mindjárt! Miért mondod, hogy Morénának szüksége van rá?
A válaszra útközben találsz rá. Lépj rá és menj végig rajta. Nem, Kapure. Nem, beszélj világosan, mert ebből egy árva szót sem tudok kihámozni. Mindent elmondtam, amit el kellett mondanom neked. Most pedig csomagolj. El kell hagynod a szigetet. Tudod jól, ha elmegyek a szigetről, akár be is sétálhatok a börtönbe, a rendőrség azonnal rám veti magát. Eddig nem voltak nagy gondjaid. Nem jutottál börtönbe. Remélem, ez továbbra is így lesz. El kell, hogy menjek. Ez az egyetlen út maradt számodra. Talán, ha végigmész rajta, rátalálsz a boldogságodra. Bárcsak a papa meggyógyulna, de legalább a mama egészséges. Nem kell aggódnod, a papád biztosan rendbe jön majd. És kibékül a mamáddal, majd meglátod. Na, srácok, itt a finom palacsinta karamellkrémmel. Édegusza! Egy gyönyörű kisfiút hozott a világra. Bácsi lettem! Úgy van. Mateo bácsi vagyok. Matilda és Rufino majd utánunk jönnek. Beugrottak ajándékot venni, hogy ne üres kézzel jöjjön. Tudjátok, arra gondoltam, hogy egy kicsit túl sokan vagyunk itt, nem? Nem gondoljátok? Úgyhogy azt hiszem, persze, hogy egyedül hát, megyek be. Igen. Akkor mehetünk is. Ne légy tolakodó, az én barátom. Én is mi bajod? Egyedül megyek és kész. Nézzétek! Fejezd már be, mit csinálsz? Olyan boldog vagyok, gratulálok. Fiad lett, ugye már? És én gratulálok, mert boldog vagyok. Jól van már. Na, most mi van? Mit keresnek itt ezek az alakok, nem értem? Ők Morena barátai. De Jágó barátai is. Nem akarom, hogy megnézzék a babát. Nem, csinálj Tom, valamit. Nyugi, éppen alszik, és én nem érek rá, Morena barátja, sőt, az enyém is. Ő pedig a vőlegényem, és semmi közük ahhoz... A vőlegényed? Igen. Értelek, de jobb barátokat is összeszedhettél volna magadnak, Tom, ami azt illeti. Tom, én most bemegyek Morénához. Nyugalom, elvégre ünnepelni jöttünk, nem? Igen. Szia, gratulálok, és újra gratulálok. Na, milyen volt, hogy ment? Természetes szülés, császármetszés, nem tudok semmit. Nem láttad Jágót? Nem láttam a babát. Ki az a Jágó? Ne viccelj, Morena. Hogy ki az a Jágó? Ő az apja. Mindenképpen meg kell tudnom, hogy hol van. Meg akarom neki mondani, hogy ő az apa. Ha megmondtad volna az igazat Jágónak, egy kis szerencsével éppen a dzsungel közepén szülnéd a fiadat. Neked is látnod kell a baba arcát. Látnod kell a pofikáját, és azt akarom, hogy Jágó is lássa, jaj, hogy ne, a szemébe nézze. Morena, könyörögve kérlek az Isten szerelmére, ne! Miért nem veszed észre, hogy állnak a dolgok? Ha Jágó eljön, rögtön lecsapnak rá, börtönbe csukják, de szükségem jön el. Értsd meg, Laura. Morena, könyörgök, örülj a kisfiadnak, élvezd az életed, nem olyan rossz az. Morena, odakint várakozik Gardel és Celso. Gardel? Komolyan jön, odakint van? Látni akar, mondd neki, hogy jöjjön, de mondd meg neki, igen, jó, hogy van, szólok. Oh, hello! Anya! Akkor szólok Gardelnek, hogy jöjjön be. A szerencsére minden rendben. Mi, hogy Gardel bejön ide? Igen, itt vannak az ajtó előtt Morena barátai. Laura, szólj neki, hogy jöhet. Nagy tanulság, hogy a sors valahogy úgy intézi, hogy végül a helyére kerüljenek a dolgok. Ugye így van, drágám? Mert mi ketten újra együtt vagyunk. Persze te, tolószékhez kötve, így kell vezekelned a bűneidért életed végéig, azután pedig a pokol tüzén. Én pedig maradok a házamban, a fiammal, ahogy megillett. Bizony. A sorsban bízni kell, mindig úgy intézi, hogy a helyükre kerüljenek a dolgok. Ha nem hiszed, nézd magadra. Ezt mondod nekem. Na, persze, miért ne? Ezt megjegyeztem. A fiatalok. Hello. Hello, mi újság? Hogy vagy, bácsikám? Á, remek hangulatban van. Jól van. Felpróbáltad a ruhádat? Igen. Biztosan gyönyörű a mennyasszonyi ruhájában. Igen. Olyan, mint egy angyal. Fehérben fogsz férhez menni? Igen, hiszen így illik. Megyünk? Elnézést kérünk. Engedelmet. Hogyne. Igazán szép pár összeillenek. Nem életem. Beszélj, Chino! Sajnos nincs mit mondanom, Fra.
Ezt a levelet írt a Clemencio Guzmán, mielőtt meghalt volna. Az áll benne, hogy elraboltad Iago Valdezt aznap éjjel, mikor kirabolták a Sirénió házat és megölték a házvezetőt. Nem tudom, biztosan egy másik csinóra utal ez a levél. Mert például Kínában rengeteg van. Ez jó, milyen szellemes vagy mostanában. Hol voltál azon az éjjelen? Hol voltál azon az éjjelen? Egész éjjel egy nővel voltam. Milyen nővel? Azt nem árulhatom el, férjes asszony, értse meg, nem kompromittálhatom, milyen úriember vagyok. Milyen nővel voltál együtt, halljam! Hát jó, a magáéval. Á, és hogy tetszett? Ugyanolyan szőke, mint te? Esküszöm, mindjárt szétverem a fejed! Vagy bevágnak a büntető cellába, úgy vigyázz! Egyébként agregény vagyok, világos? Nem tehet semmit, nincs bizonyítéka. Hívd fel az ügyvédedet, szabadítson ő ki! Itt innen! Ó, köszönöm. Gyönyörűek a virágok, köszönöm. Vízbe tenném rá is. Mi is láttuk őt. Láttuk Gardellon a kisbabát. Azon az ablakon át a csecsemő osztályon. Olyan gyönyörű gyerek. Saját magamra emlékeztet. Képzelhetitek, mennyire meghatódtam tőle. Na jó, remélem. Remélem, hogy nem okoztunk túl sok gondot az édesanyáddal és a férjeddel. Ugyan, dehogy is. Akkor jöttök, amikor csak akartok. Akkor én minden nap itt leszek. Jól van, rendben. Láttátok Iagót? Nem, sajnos nem tudunk róla semmit. Csak egy dolog vigasztal, az, hogy tudom, életben van. És szabad. Ne feledd, hogy türelmesnek kell lenned. Tudod, Kabura, én az együtt töltött hónapok alatt sokat tanultam. Azt tanultam meg legszívesebben, hogy tudni kell várni. Az első dolgom Buenos Airesben börtönbe juttatni Renzo Chamorrót. Nem lesz túl könnyű. Nem lesz túl könnyű. De elbánok, ha meglátod. És bárkivel, aki az utamban áll. Remélem is. De ne feledd, hogy Morena az, akinek szüksége van rá. Igen, de Morena mindig számíthat rám. Ha férnél is van. Ha más valakitől is vár gyereket. Lehet, hogy meglepetés vár rád. Mi az? Ha elárulom, nem lesz többé meglepetés. Hát persze. Nesze. Csodálatos meglepetés vár rád, Iago. Milyen csodálatos lehet világra hozni egy gyereket, nem? Hogyne. Hát persze előbb ahhoz vérhez kell menni. Örülten kíváncsi vagyok, árul már, hogy voltál-e már nős te életedben? Nem, eszemben sincs elkapkodni. Na és miért nem voltál soha nős? Nem tudom, arra várok, hogy álmaim asszonya végre igen mondjon nekem. Na hát akkor nincs más dolgod, mint megkérni a kezét, hogy igen mondjon. Vágj csak bele, szedd össze a bátorságodat, és kérd meg a kezét. A végén nagyon meg fogsz lepődni, én tudom, hogy mi beszélek. Na jó. Daniel, velem jönnél, sürgősen szükségem van rád. Már is. Ennek a banyának is pont most kellett betoppannia, amikor már a markomban tartottam. Puha, mint a tészta. Inkább csirízes. Megtudhatnám, hova megyünk? Időpontot kérek az esküvőre a templomban. Na ne. Miért? Már csak ez hiányzott. El akarsz menni a templomba? Igen. Akkor fogj egy taxit, kislány. Tessék. Oda viszel, ahová kérem. Egyébként meg nem merj velem így beszélni. Én tartom folyton a hátamat minden helyzetben, de egyre távolibbnak érezlek. Ráadásul máshoz mész hozzá, ezt nem teheted. Töltöd beléd, mi bajod van? Csak nem vagy féltékeny. Akarod, hogy kirúgjalak? Kirúglak, nem tart semmit. Csinálj, amit akarsz. Torkig vagyok ezzel az egész históriával. Daniel, gyere vissza! Süket! Igen, süket vagyok! Muszáj ilyen keserű arcot vágni, a valahányszor csak beszélgetünk, nagymama. Nem tudok jó képet vágni, mert végtelenül keserű a szívem. Nem gondolja, hogy elég volt? Nem. Ameddig továbbra is kitartasz amellett az őrültség mellett. Számomra nem őrültség, szerelmes vagyok. Értse meg, nagymama.
Egyébként sem beszélhetünk erről naponta kétszer. Ha szükséges, akár tízszer is beszélünk róla. Amíg meg nem érted végre, hogy úgysem engedem, hogy feleségül vedd családunk szégyenét. Istenem, nagymama, könyörgök! Összetöri a szívemet, inkább maga értsen meg engem. Ne próbálj meg hízelgéssel levenni a lábamról. De fogalmam sincs, hogy győzzem meg. Nem sejti, mit meg nem adnék, hogy osztozzon velem a boldogságomban. Csak hogy nem leszel boldog ezzel a nővel, Fábio. Sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de így érzek. Mostanáig csak szerencsétlenséget hozott a családunkra, úgyhogy ne is reméld, hogy hozzájárulok a házassághoz. Ez nem történhet meg. Csak hogy én már döntöttem, és nincs többé visszaút. Mindazonáltal nem pont erről akartam beszélni. Akkor viszont miért hivattál ide? Azért, mert nem sokára itt lesz Vega. A vállalatunk ügyvédje. Ezek szerint üzletről kívánsz beszélni velem. Akkor tehát beszéljünk az üzletről. Mi a baj? Talán ezzel sincs megelégedve? Nem árt, ha tudja, hogy keményen dolgozom azért, hogy a családi vállalatok jól működjenek. A családi vállalatok irányítása a kötelesség. Jól tudom. Mert végső soron itt minden a tiéd lesz egy szép napon. Miért akarod, hogy én is itt legyek? Mert szükséges, hogy aláírjon néhány papírt. Végül néhány megbízást készített elő. Rendben. Ha megérkezett, üzenj értem. Arról ne is álmodj, hogy meghatalmazást írok alá, hogy te kezeld a részem. Nem. Amennyiben feleségül akarod venni azt a törtető nőszemét. De nem akarom! Nem akarom! Nem akarom, hogy ezek az emberek felbukkanjanak itt Mercedes. Talán jogom van ezt kérni, nem? Tom, nyugodj meg, elmentek, nincsenek. Már hogy lennék nyugodt, amikor kapcsolatban állnak Jágóval? El tudják mondani neki, hogy melyik kórházban, hol van Moréna és a gyerek, ha megtudja, rögtön ide fog jönni. Hidd el, hogy nem jön el, nem kockáztat ennyit, a rendőrség azonnal lecsapna rá, Tom. Még hogy nem kockáztat, Mercedes. Bármire képes az az ember, hogyha kell, fejjel megy a falnak, tudjuk jól, az egy vadember. Jágó nem tudja, hogy övé a gyerek. Hogy a csudában ne tudná? Biztos vagyok benne, hogy Moréna már az elején megmondta neki, hogy gyereket vár. Én ebben nem vagyok olyan biztos, mert ha Jágó tényleg tudta volna, hogy övé a gyerek, mindent megtett volna, hogy elvigye Morénát. Ugyan már, mindenki tudja, hogy már azelőtt is találkozgattak, hogy Jágó megszökött a börtönből, és abból a kapcsolatból született a gyerek az Isten szerelmére. Ne haragudj, hogy ezt mondom. És Moréna ugyan rengeteg hibát követett el életében, de szilárd meggyőződésem, hogy ebben a kérdésben bölcsen járt el. És tudod, hogy miért? Hogy a nagyobb bajt elkerülje. Nem értem, hová akarsz kiukadni. Ne haragudj, de nem tudlak követni. Nem bírom elviselni, képtelen vagyok feldolgozni, olyan ez, mint egy rémálom. Képtelen vagyok kiverni a fejemből ezeket a rémes gondolatokat, pedig itt ez a gyerek. Ez én telefonom szól. Igen. Halló? Tom, szeretném, ha ide jönnél. Fél óra múlva ide érsz? Nem, csak Vega már útonban ide, és a nagymama nagyon megnehezíti a dolgomat. Rendben, Fábio, hát persze, mindjárt ott vagyok. Elnézést, Mercedes, de üzleti ügyben egy időre haza kell ugranom, de utána rögtön visszajövök. Menj csak. Kérhetek tőled egy nagy szívességet? Persze. Vigyázz rá. Ne mozdulj el Moréna mellől. Még egy percre se. Maradj mellette végig, egy másodpercre se hagyd magára, Mercedes, könyörgök. Tom, Morénával minden rendben. Jágó nem jön ide. Vigyázz rá. Megnyugodnál végre? Annak semmi értelme, hogy leíd magad? Hogy tudnék megnyugodni, amikor torkig vagyok az öreg lányjal? Esküszöm, meg fogom ölni. Tudod, hányszor kívántam már én is a halálát? De megőriztem a hideg véremet, és most arra van szükség. Igazad van, igazad van. Nyugodtaknak kell maradnunk, hogy kitaláljuk, mi legyen a stratégiánk az öreg lányjal. Mondjuk baleset. Érhetni egy baleset. Tényleg képes volnál megölni? Persze. Jó, de szerintem nincs itt az ideje. És nem biztos, hogy ilyen drasztikus módszert kell választanunk. Mondhatok valamit? Mikor azt mondtad, hogy képes lennél megölni, az öreg lány nagyon feliszkodt. Jaj, Melina, az Istenért, nem vagyok ilyen hangulatban.
Egész más jár most a fejemben. Halasszuk máskorra, rendben? Jó, megyek a templomba. Tekvéko. Láttátok a kicsi arcát? Édes tünemény! Ahogy, Ani, de egyszerűen... legszívesebben magamhoz szorítottam volna, jól megdögönyöztem volna, csak még túl kicsi hozzá. Kicsi, hihetetlenül jól néz ki, már is kézkölyök, csudapofa. Láttátok, hogy rám nevetett, minden foga kim volt. Ja, hát foga még az lehet, már ilyen beképzelt majom. Biztosan hány ígéret támad szegénynek, rád nézett és hányni akart. Szálljon le róla, mindig engem kell. Te is tudod, milyen képpel vert meg az Isten. Még egy felnőtt embernek is nehéz megbirkózni a rémes látvánnyal, akkor képzel csak szegény babát. Mi olyan vicces ebben? Inkább védelmedbe vennél ezeket. Védhetnélek meg, amikor így igaz, és sajnos nem csak a képedről van szó. Látják, ő a barátnőm. A barátnőm, aki állítólag szeret engem. Hogy lássák, milyen jól nevelt vagyok, szívesen bemutatom maguknak. Nézzék meg, milyen odaadó, szerető barátnőm van. Forradj csak szépen. Ne, inkább állj meg, mert Rufinónak súlyos szívpanaszai vannak, és amennyire infarktust kap. Egy szóval, oda van értem, és megőrül a kis csaj. Na, halálosan szerelmes vagy belé, most úgy nézel rám, mint egy... Imádsz engem? Édesem. Az ilyesmit négy szem közt szokás megbeszélni. A többiek előtt szégyellős vagyok. Mire célzol a többiek? Édesem, érzed, hogy mennyire kívánlak? Nehogy faragatlak! Nézzék el neki, hogy ilyen faragatlak. Egy pillanat is visszajövök. Ne is izgasd magad! Tudod, hányszor akartuk már kirakni a szűrét, de aztán úgy megsajnáltuk. Tudja, velem is pont ez van. Sokszor el akartam már hagyni, de annyira megsajnáltam, és arra gondoltam, milyen lenne az életem Celso nélkül. Sokkal kellemesebb lenne, annyi szent. Tényleg? Na, mi van veled, öregem? Csak eszembe jutott, Jágó, merre járott. Hónapok óta nincs róla semmi hírünk. Az a fiú tud magára vigyázni, úgyhogy erről már számtalanszor is meggyőződhettél, nem? Hát tudom, hogy sokat kibír, de vajon mit érezne, megtudná, hogy Moréna megszülte a férje gyerekét? Jaj, nem. Mi a bajod? Nekem? Semmi, miért? Hát csak megkérdeztem. Te adjad! Jágó, mit művelsz? Azt akarod, hogy infarktust kapjak? Nem. Különben is hogy kerülsz ide? Vissza kellett jönnöm. Még jó, hogy itt van, különben nem tudom, mit csinálni. Nem tudod, amit minden becsületes keresztény tenne, feladni magad a rendőrségen és abbahagyni a menekülést a törvény elől? Jágó, meddig akarsz még így bujkálni? Örökké, atyám. Vagy nem igazságtalan, ártatlan embert börtönbe vetni? Nem. Miért jöttél vissza? Marénához, mi másért jöttem volna? Tud róla valamit? Moréna rendben van. És már... És hogy szülte már? Igen, azt hiszem, hogy igen. Jágó, ugye nem akarod őt meglátogatni? Mondtam már, hogy a papádat Jágónak hívják. Még nem? És hogy pont olyan helyes, mint te vagy, édesem. Ugyanolyan kedves az arca, mint a tiéd. És biztosan tudom, hogy ő épp úgy gondol ránk, ahogy mi is ő rá. Úgyhogy nincs miért aggódnod. Te csak légy nyugodt. Hamarosan úgy is értünk jön a papa. Mert már tudja, hogy megszülettél, édesem. És ha meglátja az arcocskádat, épp olyan boldog lesz, mint a mami. Bizony. És persze együtt leszünk mind a hárman. És nagyon fogunk téged szeretni. Igazi szerető család lesz a miénk. Rendes családban nősz majd fel, életem. De légy nyugodt, mert megígérem neked. A mama megígéri. Bejöhetek? Szia, nagymami. Szia, drága. Hogy vagy? Elaludt már? Sajnos nem látom. Hogy nem látod? Elfordította a fejecskéjét. Úgy látom, valaki kényeztetni akarja az unokáját. Egy icipicit megfoghatom.
Csak egy kicsit. Persze, egy pillanat. Az előbb egy kicsit nyűgös volt, úgyhogy lehet, hogy sírni fog, ha megmozdítom. Ne, hajd. Nem kell megmozdítom. Gyönyörű ez a gyerek. Igen, itt jól érzi magát, nem akar semmi egyet. Csak a mamáját akarja. Annyira édes. Itt van a nagymamája is, szép lassan őt is meg kell. Hát persze, szoknia. Természetesen a nagymamával is meg kell ismerkedni. Bizony. Elnézést. Semmi baj. Hello, mami. A baba papája itt van? Nem, nincs itt. Be kell fáradni az adminisztrációs irodába, alá kell írnia, hogy az ő nevét viselje a gyermek. Majd szólok neki, köszönöm. Köszönöm, viszlát. Igen. Anya? Tessék, drágám, mondjad. Nem akarom, hogy a fiam Tomás vezeték nevét viselje. Ezt hogy gondolod, kislányom? Nem. Jágo az apja. Ezért az ő vezeték nevét kapja. Nem akarom, hogy Tomás nevét viselje. Érted? Moréna, azt hiszem, nagy hibát akarsz elkövetni. Egészen mostanáig azt hitetted el mindenkivel, hogy Tom gyerekével vagy várandós. Ezt nem teheted meg vele. Ehhez már késő. Nem, soha nem késő. És ha azt mondom, hogy nem kapja Tomás vezeték nevét, akkor nem kapja Tomás vezeték nevét. Rendben. Hello. Nos, mi újság? Milyen volt? Hadd gratuláljak öregem. Nagyon köszönöm. Papa. Hát igen. Nagyon megható. Persze, nem is sejted, milyen megható jelen lenne a gyerek születésénél. Szép látod, hogy a világra jön. Nagyon biztos. Nagy élmény, csodálatos. Nagyon boldog vagyok, nagyon. És nagyon Moréna? Ő hogy van? Ő is nagyon boldog, persze. Most pihenni ki a fáradalmakat, de nagyon boldog. Őszintén sajnálom, hogy nem lehettem ott. De az az igazság, hogy nyakig ülök a munkában, az üzlet nem várhat. Sürgős teendőim vannak. Emiatt ne aggódj, elvégre rokonok vagyunk, és nekünk annyi elég, hogy tudjuk, lélekben velünk voltál a fontos pillanatokban. Szinte éreztük. Milyen jó. Mi? Hát ez. Ó, mi ott éreztünk, te meg itt rá gondoltál. Szóval azt szeretnéd, ha belenéznék az üzleti ügyekbe. Mindjárt megbeszélés lesz Vegával és a nagymamával. Igen, ugye? Igen. Az a helyzet, hogy bizonyos dolgokat egyáltalán nem értek. Igen, elég bonyolult üzleti ismeretek nélkül irányítani és döntéseket hozni a cégnél, ugye? Igen, de gyorsan tanulok. Különben is itt vagy te. Igen. Akkor tehát nézzünk át valamit. Igen, szeretnék átnézni pár dolgot a megbeszélés előtt. Jó, de mindenek előtt ígyunk egy kortyot, hát ha jobban forog az agyunk. Most kérnél? Csak egy kortyot, igen. Hogyne. Milyen fordulatokat hoz olykor az élet. Ha eszembe jut, hogy mindent megpróbáltál, csak hogy megszabadulj tőlem. Most pedig mindenben tőlem függsz. Mert még enni se tudsz egyedül. Mi lenne, ha most én akarnék megszabadulni tőled? Júj! Ne haragudj! Most mit csináljak, drágám? Hagyjalak itt, vagy inkább a szobádba mennél tévét nézni? Akármit szeretnél is, úgyis az lesz, amit én akarok. Csak most kezdem megérteni, micsoda élvezetet jelenthetett a számodra, hogy kedvedre manipuláltad mások életét. Nézd csak, drágám, kik érkeztek! Jöjjenek csak bátran! Hogy van? Jó napot, Elena asszony. Jó napot. Jó napot, Sziréni úr. Hogy érzi magát? Uram? Luisa, kávét? Vagy esetleg mást parancsolnak? Igen, a kávé jó ötlet. Köszönjük. Rendben, akkor kávét hoz Luisa, légy szíves. Parancsoljanak, Fábio unokaöcsém a könyvtárszobában várja önöket. Engedelmet. Engedelmet. Még szerencse, hogy Fábio kézben tartja és irányítja a családi vállalatokat, igaz? Biztosan nagyon megkönnyebbültél. Már nem kell izgulnod az üzleti problémák miatt. Na, megyek. Csak még valamit. Ne menj sehová. Mindjárt jövök. Jágó, Jágó, szentségtörést követsz el.
Mint tudod, ez egy gyóntatószék, és nem rejtek hely. Csak itt lehetek biztonságban. Isten az egyetlen tanúm, hogy ártatlan vagy. Jágó, kérlek, ne keverd Istent ebbe a dologba. Nekem mindig azt mondták, hogy Isten a jók oldalán áll. Igen, persze, természetesen a jók oldalán áll. Csak nem ebben az esetben. Tessék, miért használod a gyógytatószéket, ha? Ne használd többé, ígérd meg, hogy nem. Szeretnék gyónni, atyám. Nem, most nem megy, inkább majd máskor. De én gyónni szeretnék. Nem, várj csak, nem megy. 7 órakor kezdődik a mise, bármelyik percben itt lehet. Másfél óra van még miséig, mit gondol, mennyi bűnöm van? 20 perc és kint is vagyok, esküszöm. Ne esküdj hiába! Ne esküdj feleslegesen. Bújj el! Jó napot! Hogy van, atyám? Jól van? Hogyne! Micsoda meglepetés! Ugye? Ne haragudjon, rosszkor jött? Dehogy! Hogy jut ilyesmi az eszedbe? Minden a legnagyobb rendben! Kárla, ha megkérlek, ide adod a jelentéseket? Hogyne, már is. Ezek az építővállalat legfrissebb jelentései, de elhoztam az előző évekből valókat is, hogy össze lehessen lepni a különféle mutatókat. Megkaphatnám őket? Hogyne, természetesen. Gondoltam, gyorsan belekukkantok. Hát, ha így megspórolunk egy kis időt. Nos, 5%-os növekedést látok itt, ez igazán nem mondható rossz eredménynek, tekintettel arra, hogy az egész ország válságban van, nem igaz? Nem rossz. Mindazonáltal azt hiszem, hogy az elkövetkezendő időszakban növelnünk kellene a befektetések volumenét, erre kellene törekednünk. Na persze minden attól függ, hogy miként alakulnak a ráták a piacon. Nos, véleményem szerint a dolog azon áll vagy bukik, hogy mit csinálunk a tőkével. Nem tudok teljesen egyetérteni, ugyanis szerintem oda kéne figyelnünk a fix költségek alakulására is. Szóval nekem ez jutott az eszembe, de te, Fábio, mit gondolsz? Elég egyértelmű, hogy Fábio egy szót sem ért az egészből, mert különben, amilyennek én őt ismerem, nem tartaná meg magának a véleményét. Azért nem egészen ez a helyzet, Josefina, ugyanis én már előzőleg mindent átbeszéltem Fábioval. Én tanácsot adok, de a döntő szót mégiscsak ő mondja ki. Hogyne? Ő vagy Melina? Nagyi, mi lenne, hogyha nem kevernénk a dolgokat? Nem én kezdtem el keverni. Na jó. Úgy látom, hogy minden sínen van, a lényeget megbeszéltük, igaz? Rendben. Nekem ugyanis vissza kell mennem a kórházba, mert a gyermekem türelmetlenül vár a bölcsőben. Tényleg, hadd gratuláljak, Tom. Ó, nagyon köszönöm. Micsoda hír. Viszlát. Rendben. Fábio, később találkozunk. Viszlát, nagymama. Ciao, Carla. Majd akkor át is térhetnénk a következő témánkra, a meghatalmazásokra. Ide adnád a meghatalmazásokat? Hogyne. Igen, ez lesz az. Josefina asszony, gondolom, hogy alá kell írni a meghatalmazásokat. Bocsásson meg, Dr. Vega, de nem bírok alá egyetlen meghatalmazás sem. És ha nincs több kérdés, amihez szükség van a jelenlétemre, visszavonulok. Kissé fáradt vagyok. Nézze, asszonyom, arról van szó, megmondtam, hogy... nem írok alá egyetlen meghatalmazás sem. Nem, nagymama, ha nem írja alá, én most rögtön lemondok, és vezesse a céget valaki más. Nem akarod tovább csinálni? Hát ne csináld. Tom gazdasági tanácsaival még én is elvezettem a vállalatokat. És nagyon szépen kérlek, hogy ne légy ennyire faragatlan, amikor hozzám szólsz. Parancsoljam. Kinyitom az ajtót. Köszönöm. Szívesen. Elnézést kérek. Fogalmam sincs, hogyan tudnám rávenni. Ha nem írja alá, nem tudjuk beindítani a folyamatokat. Nézze, bár csak ez lenne az egyetlen nehézségünk. Miről beszél, Vega? Carla, légy szíves, várj meg az autóban. Nos, ha bármiben szükség lenne rám, odakint vagyok a kocsiban. Rendben. Viszontlátásra. Viszlát. Mi a baj, Vega? Megtudhatnám, hogy mit gondolkodtál el, vagy kire gondolsz ilyen nagyon? Jágóra talán baj? Jaj, már megint kislány, az a pasas olajra lépett, felszívódott, elment. Miért nem szerzel magadnak másik palit? Olyan sok a facérpasas, de jól vigyázzám. Az én sofőröcskémmel nem mer kikezdeni. Megértetted? Pont rá gondoltam az előbb. Álljon meg a menet, kislány! Az egyetlen, aki gondolat rá, az én vagyok. Adjál már, kinek jut eszébe úgy gondolni rá? Csak mondott valamit. Rólam? Jaj, nem, Luisa, nem rólad beszél. Hát akkor... Elhiszed nekem, hogy a sofőröcskéd és Melina között több van egyszerű munkakapcsolatnál? Tessék! Bizony. A kikötői raktárakban? Ott. Talán soha nem mesélt róla?
De igen, egyszer végig vezetett a cégeken, és elvitt a raktárba is. És soha nem említette, hogy miféle munka folyik ott? De tengeren túli importárukat pakolnak ki. Aha. Aztán elvámoltatják őket, és szállítanak az egész országba. És arról az áruról, amit még véletlenül sem vámoltatnak el, nem beszélt soha? Jaj, végát találós kérdés, esdit játszunk. Miért nem térünk végre a lényegre? Rendben. Nézze, Fábio, a bácsikája rendkívül ügyes üzletember volt. Mindig kiszámolta, hogy éppen mi a jó üzlet. Hol egyenes úton, hol görbe úton járt. Csempész áru. A bácsikám csempészetből élt. Nos. És mit műszaki cikkeket, órákat, televíziókat? Drogot. Fábio, a bácsikája drogcsempész. Kérdezhetek valamit? Persze. Igaz, amit Mercedes mondott az előbb? Nem akarod, hogy a gyerek a nevemet viselje? Igen, ez a helyzet, Tomás. Nem akarom, hogy a nevedet ad neki. Kérlek, ne nézz így rám. Tomás, semmi sem akadályozhatja meg, hogy elmondjam az igazságot. Semmi. Ó, jól van, de mondd, mi szél hozott el? Férjhez megyek. Ó, gratulálok, lányom. Köszönöm szépen. És mondd csak, ki lesz az a szerencsés úriember? Fábio Sirénio. Ó, nagyszerű, jól van. Igen. Úgy látom, a Sirénio családnak végre van mit ünnepelnie. Az az igazság, hogy már is ünnepelünk, ugyanis Morénának pont ma délután gyermeke született. Ó, milyen csodálatos, micsoda érzelem. Bizony. Így van, atyám. Morénát gyermeket szült, erre mindjárt tessék. Mindjárt itt az esküvő is. Ó, te pedig férjhez mész. Igen. Ez miféle zaj volt? Magyar szöveg Bada Györgyi, hangmérnök Házi Sándor, vágó Derzsi Csilla, gyártásvezető Masol Ildikó, szinkronrendező Hirt Ildikó. A szinkront a Masterfilm Digital készítette. Existir poder